Menyecske ruháról egy nagyon, nagyon cuki történet, egy portugál alapanyag cég volt nálam, és nem értette, hogy egy esküvői ruhaszalonban miért vannak színes ruhák. És akkor mondtuk, hogy hát ez itt az alkalmi ruha kollekciónk, ez meg a menyecske ruhák. Próbáltuk elmondani, hogy a menyecske ruha az egy magyar sajátosság, hogy ez az a ruha, amit az esküvő után átöltöznek, és akkor ezt veszik föl. És gondolkozott, és azt mondta, hogy ez biztos, mert hallotta, hogy a magyarok milyen trükkösök. Ez biztos valami magyar találmány, hogy mi két ruhát adhassunk el egy esküvőn. És mondtam, hogy nem, így, hogy ez nálunk egy valódi hagyomány, hogy két ruhát veszed le egy esküvőre, de ez a menyecske ruha, tehát tényleg ez egy áldozat is a menyasszony részéről, hogy kettő ruhát kell megvenni az esküvőre, a menyasszony ruhát, meg a menyecske ruhát, sőt, ugye, hogyha még betartjuk az angol száz szokásokat is, akkor előző nap van a vendégváró ruha, meg még van a polgári esküvőre való ruha, és bár nekem az az érdekem, hogy minél több ruhát adjak el, én azt gondolom, hogy azért ez egy eszement pazarlás. Kicsit ilyen Szex és New York kategória. Igen, tehát azért szeretem az észszerűséget, és nem feltétlenül akarok mindenkire mindent rábeszélni, tehát nagyon sokszor tervezünk olyan esküvői ruhát, ami egy trükkel átalakítható, vagy így jó a polgárira, úgy a templomi esküvőre, és így lesz majd jó menyecskének. Vagy egyébként ez a másik megoldás, hogy akár egy valami emlék köt hozzá. Tehát azért nem feltétlenül győzködnék mindenkit arról, hogy most így erőn felül aztán mindenből vegye meg a legfrissebb, legjobbat. Persze természetesen várok szívesen mindenkit, de azért vannak ilyen kis trükkök.